Érzelmes vagy. Jók a világnézeteid? Szeretsz másokon segíteni? Önzetlenül. Gratulálok, te halak vagy. Ez a csillagi egy február 19 és március 20-a között van. Erős személyiségjegy, abból kiindulva, hogy intuitívak, ők egyébként hajlamosak arra, hogy hallgassanak és az intuícióikra, és nem csak így megkapják őket, hogy hát ott meg kezdek vele, amit akarok, hát jó van az úgy, hát most nem. A halak hallgat rá. Uralkodó bolygója, a Neptunusz. Fokozva, ezzel is az intuíciókat. Hát nem csodálatos? Mivel ugye egy vízjegyről beszélünk, a víz a spirituális jelképekben is magát, az intuíciót jelképezi, viszont a könnyen programozhatóságot is, tehát ilyen szempontból, hogyha halál kezd meditálni, fejleszteni önmagát, akkor ő sokkal hamarabb ezt el tudja érni, mint a társaink. Igen, erre hajlamosak, mert nagyon erős spirituális jelképekkel rendelkeznek. Viszont egy eléggé érzékeny és érzelmes csillagjegyről beszélünk, akik nem mellesleg kreatívak is. Tehát a halak nagyon mélyen átérzik másoknak az érzelmeit, nagyon mélyen tudnak ezért szeretni, tisztelni a másikat, elfogadni a másikat. Tehát a halak nem akarja azt, hogy megváltoztassa a te világnézetedet, viszont. Öm, Ilyen kis finom cselekkel viszont szereti rávezetni az embereket, hogy ez miért is jó, és általában egyébként a praktikáik valóban kitűnően jók. Önzetlenek, tehát ők tényleg nem azért segítenek, hogy ezért várjanak valamit cserébe, viszont az önzetlenségből adódóan képesek másokat saját maguk elé helyezni. Viszont jó hírem, hogy ők kiemelten rugalmasak. Tehát ők tényleg, hogyha bármi van, akkor díszmagyarba vágják magukat. Képesek akár 10 perc alatt lezuhanyozni, gyorsan összecsapni magukat, de nem úgy összecsapni, hogy felemázzokni, fele hanem tényleg szépen. Pedásam, hiszen nekik mindig előre ki van készítve egy-egy ruha, igen, hogy ne te Isten, menni kéne valahova, hiszen a csillagígyükben ez benne van, ez a mozgékonyság, rugalmasság, gyerünk, menjünk, haladjunk, pörögjünk, csináljuk, tehát tényleg ez a nem, nem tud egy helybe megmaradni, nem, nem az az örök mozgó izgága. Tehát nem olyan, mint egy nyilas, hogy zing-zeng-zong, hanem a halak úgy, oké, okay, megyek, viszont ilyen szempontból az elköteleződés számukra nehezükre esik. És nem azért, mert nem tudnak szeretni, hanem nagyon szeretik védeni a belső világokat. És mivel egy nagyon álmodozó csillagjegyről beszélünk, így sokszor szereti az álmaiban megélni a dolgokat, és sokszor félti a kis szívét, tehát fél attól, hogy ez a valóság legyen. Tehát, hogy mondjam, tudja azt, hogy ő mire képes, a párja mire képes, viszonylag hamarabb megnyílik. Tehát a bakokkal ellentétben a halak már lehet, hogy a második találkozón tényleg ilyen kis -hí -hí, ilyen kis nyitott, um, jó kisugárzású egy lesz. Tehát ő nem, ez nem azt jelenti, hogy már második alkalommal a legbelső titkait meg tudod, viszont egy nyitott könyv, csak jól kell belőlük olvasni. Viszont pont ebből kifolyólag nagyon hajlamosak arra, hogy viszonylag hamar megsérüljenek, mindaz, hogy tényleg nyitott egy, így sokszor nem azt mondom, hogy meggondolatlan, csak szereti mindenkiről a jókat feltételezni. Tehát szereti mindenkiről azt feltételezni, hogy ők is olyan jók, mint ő, hiszen hatalmas nagy szívvel rendelkeznek. Tényleg hatalmas nagy beleérző képességgel. Emiatt nem csak a művészetekben kitűnőek, nem csak a spirituális munkákban, a földi munkákban is meg tudják állni a helyüket. Tényleg, hogy egy halakkal leülsz beszélgetni. Tényleg csak így az élet mélységeiről bizonyára olyan tanácsokkal fog téged ellátni, amik számodra hasznosak lehetnek, és tudják a te utodat segíteni. És sokszor egyébként te tényleg hajlamosak arra, hogy a valóságtól elrugaszkodjanak. Belemenekülnek az álomvirágokba, némelyik aspektus a hajlamos lehet emiatt függőségekre. Tehát tényleg annyira nyitott hogy csillagjegyről beszélünk, és annyira um, érzéki, különleges, és sokszor egyébként a legfélreértettebb csillagjegy is pont emiatt, hogy mindenki azt hiszi, hogy a halakkal bármit meg lehet tenni, a halak az mindig ott lesz neked, mindig segíteni fognám nem szívem a halak bizalmát is el lehet játszani. És amikor a halakat megbántod, akkor ők, hogy mondjam, ha elveszettek, akkor nehezen találják a a világban, és hajlamosak elveszni a saját gondolataikban, érzékenységek azt a sérülést, tehát könnyen megbántódnak, nehezen viselik a kritikát egyébként. Tehát tényleg nem fog úgy bosszút állni. De akkor onnantól kezdve, hogy halakat megbántasz, ő érzelmileg elérhetetlen lesz számodra, és ez nem összekeverendő azzal, hogy az érzelmi intelligenciájuk nem működik kitűnően. Mert kitűnően működik. Nagyon jó beleérző képességekkel rendelkeznek. Érzelmileg magasan vannak. És okosak tehát okosak, átlátják a dolgokat, bölcsek is egyébként, mivel mint az elején kihangsúlyoztam, kitűnő intuícióval rendelkeznek, tehát ebből kifolyólag is tényleg egy olyan csillagjegyről beszélünk, akik nagyon nyitottak, nyitottak a világa az emberekre, és nem azt mondom, hogy döntésképtelenek, mert ez nem igaz, csak sokszor tényleg, tehát elviszik őket az érzelmeik, és sokszor hajlamosak arra, hogy az érzelmi befolyásoltság fellépjen náluk, tehát nem mindenki tudja őket befolyásolni, csak a számára, kedves emberek, és nem is befolyásolásnak nevezném, hanem ad a véleményükre, és szereti azt néha teljesíteni, mint mondtam, szeret másokat magá helyezni, így hogyha halakkal taktikázol, nem azt mondom, hogy nem veszi észre, bele is mehet a játékba. De mivel ö, érzelmesek, így ne csodálkoz, hogy néha az érzelmeik fegyverek. Tehát néha érzelmi manipulátorba átmennek, hogyha már nem tetszik nekik a játék. És nem azt mondom, hogyha nem az ő érdeküket szolgálja, csak ha már úgymond nem érzik benne jól magukat, akkor tényleg, ö, akkor vigyáz a halakkal tehát segítő ö, szándékkal vannak egyébként a halak, nem rossz indulatúak. Munkájukban a kreatív szakmák, tehát művész, zeneírás, bármilyen kreatív terület, akár a sportokban kiemelkedők lehetnek. Ugye mind a segítői hivatás, mind a betegápoló, orvosmentős, vagy spirituális munkás. Kapcsolat és szerelem. <laughs> ö, tehát romantikusak és érzékenyek, mint mondtam, a halak nagyon mélyen éreznek szenvedélyesen szeretnek, és nagyra értékelik az intimitást, tehát a romantikát, és a halak hajlamos lehet arra, hogy néha érzelmileg kicsapongó legyen. Tehát néha azt mondtad a halakról, hogy úristen, de sok vagy, ők nem sokak csak amik bennük van világ, bennük van érzelem, ők azt nekik valahogy ki kell mutatniuk, mert akkor belülről megőrül. Tehát megőrül a halak, hogyha az érzelmeit nem mutathatja ki. Ő tényleg annyira vágyik arra, hogy így, na, gyerünk, mm, bébi, gyere, csókolj, meg szeres legyél, itt tényleg nagyon kicsapongó csillagét, de jó értelemben, tényleg jó fejek. És hogyha elköteleződnek a halak, hogyha nagy nehezen ráveszik magukat, akkor viszont kitűnő hűséggel rendelkeznek. Odaadóak, szeretőek, gondoskodóak, figyelmesek. És jó humorok van. Tényleg, hogyha egy halak megnevetett téged, az nagyon jó. Nem azt mondom, hogy sajátos humorok van, hanem hogy mondjam, ha látnak egy mémet, akkor azt a saját magukére formálják, és nagyon jó elő tudják adni. Viszonylag egészséges életmódot folytatnak, tehát akár a jogázás, természetjárás, úszás, minden ilyen javukra van elbővülő karizmájuk van, és személyiségükből adódóan kitűnő gyógyítók. Mint mondtam, hogyha egy halakkal leülsz beszélgetni, ő segíteni fog neked tényleg önzetlenek, jó fejek, cukik. Ennyi lett volna a rövid elemzés. Rövid. Írd meg a következő csillagjegyet.